nagyon jelen volt a sport az én életemben. Sajnos nem voltam olyan tehetséges vívó, mint amikre nyüzsgött az ország. És akkor ugye eldőlt ez az egész dolog, hogy nem a TF felé megy a pályám, hanem hát akkor próbáljuk meg, akkor még főiskola volt. Azon kívül hát ott hozzánk azért időnként, hát már azóta ilyen nagyon komoly várt vendégek is jártak, ott volt a Latinus Zoli, aki a családnak, meg anyámnak nagyon jó barátja volt, apámnak is, hozzáteszem, és a későbbiekben nekem is. Tehát én egy 9 éves kisfiú, a királyasszony lovagjában az ő apródja voltam. Olyan akartam lenni, mint ő. Ezért akartam színész lenni. Hány óra? 5 perc múlva 10, mondom, 10-től nyilvános főpróbám van. Van telefonod? Szerencsére volt. Hívom a színházat, azonnal a major vette fel a társalgot, hívtam. Jó napot, tanár úr, elnézést, hol van ökör? Elmondhatom, hogy volt egy olyan szakasza az életemben, senkinek nem jut. Nekünk akkor jutott 10 év, elképesztő sok idő egy színész életében, amikor azt mondhatja, hogy sikeres volt. Rögtön a Csehó Manója. Ugye azzal nyitottuk meg a Katona József Színházat. Én olyan sikert nem értem meg soha a színházba, azóta se, azelőtt se. Csomó olyan dolog történt, amit én azelőtt színházba soha nem tapasztaltam. Például az, hogy kollégák szeretik egymást. Egyszer csak megjelentek ilyen furcsa, hogy úgy mondjam, intellektuális filmesek, akiknek azért volt humoruk, meg öniróniájuk, meg minden egyéb, ami kellett akkoriban egy forgatáshoz, és úgy meg lehetett állni közöttük. Pár nap múlva, hogy hajnalban, hogy nyomták a csengőt, és anyám kiment, és ott áll két rendőr, na megint mit csinált a gyerek, Cserhalmi György, hát benne alszik a fiam, hívja ki, de miért, meg szabadna tudnom. Hát öltözöm, mert visszük Pestre. Miért, mondta anyám, teljesen szívbajban, leizadva. Hát az a helyzet, hogy kell menni a Nyugat-Berlinbe, mert nyert a film, átvenni a díjat. És akkor ugye kicsoszogtam, mint mondtam, hogy menjenek maguk. És akkor visszamentem, és lefeküdtem aludni. Ennyi. Úgy volt, hogy színészek és kaszkadőrök. Mi voltunk a 80-20-án, nem tudom már, nem emlékszem milyen arányba, de szerintem az egy elég jó arány volt. Elkezdték ránk adni ezeket az egyenruhákat. Baromi szépek voltak. És mi is szépek voltunk. Szóval ahogy beöltöztünk, ezek a pesti vagányok, meg ezek a nyegle gyerekeknek a lábuk, meg a karjuk, meg a nem tudom, ez mindig máshol volt, mint ahol a testük. Egyszer csak ott bum. És valahogy egyszer... És remélem, senki nem ért félre. Én azt mondtam, hogy ú, de jó férfinak lenni. A képi feldolgozása a filmnek, szóval az ott az, azok között, a technikai körülmények között, és mégis bravúros, tehát mai napig megállja a helyét. A vágás szintén, a zene szintén, tehát rendezés igen, és a játszó színészek szintén. Valami olyan csillagzat alatt született a film, ami mindenkinek kedvező volt. Az Erzsi az egy gyerekkori szerelem. Hát ő volt 9, én meg 10, amikor megismerkedtünk, azt ez eltartott. Hogy a fenébe tud egy ilyen gyönyörű, egy ilyen hegyi gorillát szeretni, mint amin én vagyok. És ebből lett egy ilyen baromi erős kapcsolat. Részint azért, hogy meg tudtuk beszélni. Az, hogy egyetlen pillantásból, egyetlen gesztusból értett. Azon azt mondta, hogy a-a, tehát nincs hanta. Még ki se nyitottam a számát, már tudta, hogy hazudni akarok. Nem, ez nincs. Egybe biztos voltam, és ezt mindig elmondtam, hogyha elkezdjük a forgatást, és én nem tudok 10-szer, 20-szor, 100-szor annyit a szerepemről, mint a rendező, akkor szereposztási tévedés vagyok. Itt is van valami, ami arról szól, hogy a következetességnek baromi nagy hozama van. Fölemelően nagy hozama van. És a végére mindig kiderül, hogy igen, hogyha következetesek vagyunk, mindnyájan elejtően, akkor mikor ott a végeredmény, tehát megnézzük a filmet, akkor nem kell lesújni a szemet és elsúnyogni a helyszínről, hanem lehet valamire az ember büszke, hogy itt van mi. Éjjel.